Gyurikány Sarolta először beszélt néhai férje haláláról, Kolósi János hétvégi halálhíre megdöbbentette az egész országot. A barátai és kollégái is értetlenül álltak az eset előtt. Tudták, hogy az énekes 2 éve műtött vállával újabb operációra készül, de nőnapra már fellépést tervezett be. Özvegye, Vékány Sarolta először beszélt arról a Borstnak, hogy mi történt, ebből pedig kiderül, hogy a családját is váratlanul érte a március 2-i tragédia, felesége sem tudott elbúcsúzni a legendás Tánádal énekestől. A 81 évesen elhunyt énekes özvegye alapnak megerősítette, hogy Kolósi Jánost a vállával műtötték, és ezt követően a kórházban kezelték. Mivel javult az állapota, a tervek szerint hétfőn hazaengedték volna, de a tragédia közbeszólt. Végül bent tartották, és szombaton megtörtént a tragédia. Elment mosdóba, majd kifelé jövet hirtelen összeesett. Én is épp a kórházban voltam, de nem engedtek oda hozzá. Mindenki fejvesztve próbált cselekedni, többször is újraélesztették, azonban már nem tudták visszahozni. A szíve vitte el, mesélte a 70 éves énekesnő. Dékány Sarolta 1971-ben házasodott össze Kolósi Jánossal, akit 2 gyermekkel ajándékozott meg. Réka 1973-ban, Gergő 1976-ban született. A gyönyörű énekesnő második gyermeke születése után visszavonult. Közel 5 évtizedes, boldog házasság után csak a halál választhatta el férjétől. Az özvegy a Borsnak azt is elárulta, mikor és hol helyezik végső nyugalomra Kolósi Jánost, az énekes nyughelye jó barátja, Bajor Imre közelében lesz. Március 20-án a Farkasréti temető művész parcellájában kísérjük az utolsó útjára a férjemet. A rajongóknak 2:30 és 2:30 között lesz alkalmuk elbúcsúzni Jánostól, addig lesz nyilvános a temetés. Három órakor kezdődik a búcsú beszéd, amit úgy volt, hogy Lukás Sándor és Hegyi Iván fog tartani, csak hogy egyikük lebetegedett, a másik pedig vidéken van, úgyhogy még egyelőre nem tudom, hogy ki mondja helyettük a beszédet. Ezután a család és a barátok búcsúztatják Jánost, mondta Dékány Sarolta, aki azt kérte, mindenki egy szál fehér virággal emlékezzen meg Kolósi Jánosról.